A koronavírus járvány terjedése ellenére világszerte újra nyitottak az iskolák, a legtöbb intézményben szigorú szabályokat vezettek be, így a diákoknak és a tanároknak is sok helyen kötelező a maszkviselés. Ukrajnában nem lassult a járvány terjedése, már több mint 2000 új fertőzöttet találtak, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 2600-at. Szülők és tanárok is aggódnak sok országban amiatt, hogy a koronavírus járvány ellenére ismét elkezdődik az oktatás. Spanyolországban a kormány előírta, hogy egyebek mellett kötelező a maszkviselés az iskolákban. Szerintem az új fertőzöttek száma nagyon meg fog nőni most, hogy visszamegy mindenki dolgozni, és a diákoknak elkezdődik a tanítás, vélte ez a madridi tanár. Franciaországban csak 11 éves kor fölött kötelező a maszk. Az iskoláknak kötelező fertőtleníteni és alaposan szellőztetni az osztálytermeket. Az általános iskolás osztályokat 8-15 fős csoportokra osztják, melyek váltva tanulnak, fél napot az iskolában, fél napot otthon. Minden zárt térben kötelező maszkot hordani, és az a cél, hogy minél kevesebb közeli érintkezés legyen a diákok között. Ezt megpróbáljuk a minimumra csökkenteni, ha lehet, mondta ennek a középiskolának az igazgató helyettese. Ukrajnában ismét több mint 2000 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Ennek ellenére itt is elkezdődött a tanítás. Természetesen aggódom, de a tanulás a legfontosabb. A gyerekeknek tanulniuk kell, és az élet még ilyen körülmények között is megy tovább, de a legjobbat reméljük, mondta ez az anyuka. Oroszországban a koronavírus fertőzöttek száma meghaladta az 1 milliót. A járványban legsúlyosabban érintett Moszkvában a tanároknak kötelező maszkot hordaniuk, amit az oktatás közben akkor vehetnek le, ha megfelelő távolságot tudnak tartani a diákoktól. A gyerekeknek nem kell maszkot hordaniuk az iskolában, azonban az évnyitó ünnepségeket nem tartották meg a vírus miatt. Minden iskola megnyitott a koronavírus járvány kitörésének helyén a kínai Wuhanban. A városban csak nem 1.400.000 diák kezdte meg az őszi félévet. Nekik maszkot kell hordaniuk az iskolába menet, és arra kérték őket a hatóságok, hogyha lehet, kerüljék a tömegközlekedési eszközöket.